Köszöntjük Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. 1920. június 4-én volt az igazságtalan trianoni békeszerződés aláírása. Ezt a napot 2010-től a Nemzeti Összetartozás napjának nevezzük. Barna János szavalatával emlékezünk erre az eseményre. József Attila, Trianon. Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége, nem lehet, nem soha oláország éke. Nem teremhet bánát a rácnak kenyeret, magyar szél fog fújni a Kárpátok felett. Ha eljő az idő, a sírok nyílnak fel. Ha eljő az idő, a magyar talpra kell. Ha eljő az idő, erős lesz a karunk. Várjatok, testvérek, ott leszünk, nem adunk. Majd nemes haraggal rohanunk előre, vérkeresztet festünk majd a határkőre, és mindent eltiprunk, az lesz a viadal, szembeszállunk mi a poklok kapuival. Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár, egy csepp vérig küzdünk, s áll a magyar határ. Teljes egészében, mint nem is oly régen, és csillagunk ismét tündöklik az égen. A lobogónk lobog, villámlik a kardunk, fut a gaz előlünk, hisz magyarok vagyunk. Felhatol az égig haragos szózatunk, hazánkat akarjuk, vagy érte meghalunk. Nem lész kisebb hazánk, nem egy arasszal sem. Úgy fogsz tündökölni, mint régen fényesen. Magyar Rónán hegyen egy kiáltás zúgát, nem engedjük soha, soha Árpád honát. Simándi Ágnes, torontói költő és ikonfestő, egy gyönyörű ikonképet ajándékozott a torontói Szent Erzsébet templomnak. Most pedig kérem Simándi Ágnest, aki nekünk adományozta ezt a szép ikont, az Isten szülő Szűz Mária ikont. Én kértem őt, hogy 1-2-3 percben mondjon valamit az ikonról, hiszen ennek van egy jelentése is. Először is szeretném megköszönni azt a megtiszteltetést, hogy el is fogadták, nem csak megfestettem. Ez egy ikon, ami azt jelenti, hogy egészen más, mint akármilyen szentkép. Az ikon az nem igazán művészeti alkotás, hanem ahogy készül, és ez hagyományos eljárással készült, nagyon sok imával, nagyon sok lelki dolog megjelenik benne. Az Isten szülő Szűz Mária. Az ikon attól ikon, amikor a végén a neveket felírjuk, azért láttok betűket, görög betűket. Mária Theotokos, tehát Isten szülő Szűz Mária, és lejjebb látjuk Iskos, tehát Jézus Krisztus. Sőt, Krisztusnak a glóriájában pedig szintén három görög betűt látunk, ami szintén rövidítés, ami mutatja, hogy ő az élő Isten, ő, aki van, vagyok, aki vagyok, mondta Mózesnek a csipkebokorban, Isten, és ez az Isten jelenik meg. Amint látjátok, miután ikon, maga a gyermek az nem gyermek, hanem egy felnőtt férfi, aki kezében tartja a szövetségnek az iratát, az új szövetségnek a letéteményesét, aranyruhába öltöztetve, tehát ez már a dicsőséges Krisztus. Ennek az ikonnak a születése tulajdonképpen abból a gondolatból jött, hogy ebbe a templomba nem csak római katolikusok, hanem görög katolikusok is néhányan vagyunk, akik eljövünk, és arra gondoltam, hogy akik itt görög katolikusok, egy kicsit érezzék ők is itthon magukat, amikor eljönnek a templomba, és legyen a liturgiájuknak, hitüknek megfelelően egy ikon, amihez imádkozhatnak. Köszönöm szépen még egyszer, Isten áldja meg ezt a közösséget.
Tokaj Wine Boutique és Restaurantban több mint 50 magyar bor és 20 féle pálinka közül válogathat. Az étterem ideális hely születésnapi partik, baby és wedding showerek, kisebb rendezvények, továbbá céges partik számára. Nálunk kapható magyaros ételekkel biztosan nem van szégyen vendégei, üzleti partnerei előtt. Látogassa meg a Tokaj éttermet, ha igazi magyaros környezetben szeretné élvezni a magyar ételeket és borokat. A világot látni kell. Utazásaihoz válassza a Travel Expressions-t. 30 éves tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Személyre szabott kedvező árak a világ minden pontjára. Hajó, repülőutak, busztúrák egyénileg vagy csoportosan, szállodafoglalás, autókölcsönzés, meghívó levelek készítése, betegbiztosítások teljes körű ügyintézése. Forduljanak bizalommal torontói vagy londoni irodánkhoz. Nézzük, miért lehetünk büszkék Magyarországra. Think Hungary. More than expected. Veszprém a királynék városa. A városról készült kisfilm következik.
Mága Zoltán ismét Torontóban. Ne hagyja ki Mága Zoltán hegedű virtuóz szenvedéllyel fűtött koncertturnéját idén októberben. Tüzes cigányzenekar, néptáncosok, énekesek csodálatos kosztümökben. Nemzetközi és magyar zenei remek művek. Magyar virtuózitás, káprázatos zene és tánc október 31-én a torontói Körner Hall színpadán. Ha valakinek kell egy szép öltöny, az tudja, hogy menjünk a Tomihoz. A Tominak az üzletje az itt van, a Kensington piacon 1958 óta. A Tominál megtalálod a legszebb olasz, német és kanadai öltönyöket. Gyertek be a Tomihoz, és soha nem fogjátok megbánni. És ami választ, várok tőletek, Tomikám, hát jövünk! Tomikám, hát jövünk! Hát fiaim, gyertek a papához! Buzánszky Jenőről, a januárban elhunyt aranycsapat tagjáról szól a következő kis film. Puskás felemeli, hidegkocsi lő, gól! Olyan, mint egy állam, ami hazánk megzengi, szerte a világon. Az első válogatottságom az ugye 50 október 24, vagy nem tudom én mikor, a bulgárok ellen, Bulgáriában. A kettes számot magamra húztam, aztán 6 évig abba is aludtam, nehogy ellopja valaki tőlem. Újpestnek, Ferencvárosnak, ezeknek voltak a nagypályái. Újpesten ott volt a bulgárokkal való visszavágó. Hát azt hiszem valami 9-et, vagy nem tudom én mennyit rúgtunk. Tehát ott volt a Pesten az első bemutatkozás. A Margit-szigeti nagyszállóban volt mindig a fölkészülésünk annak idején, mert ott mögötte van egy olyan kis füves rész, ahol lehetett tréningezni. Kimentünk focizni. Jöttek a rendőrök, ugye, hogy hát ez tilos itten. Aztán akkor mindig a Puskás mondta, azt mondja, van nekünk engedélyünk rá. Hideg kuti Puskás öcsi, gondoskodtak róla, hogy a labda hatszor jusson a hálóba. Hogy fent voltunk a Margit-szigeten, hát mindig elvittek bennünket, ugye kikapcsolódásra a filmmúzeumba. Ugye Indexen voltak filmek, mi az nekünk azért megmutatták. Utolsó délutánon már nem azért kell belemélyedni edzésbe, hanem ugye ott már kell felszabadítani a kókuszt, ugye kikapcsolni. A bárka, a népben, hely, azt tudunk, a jelszavunk munkanit félre. Annak ide nem volt még a Népstadion, ma már Puskás stadion. Hát még el kellett menni oda szombaton, vagy 4-5 szombaton talicskázni. Építeni, segíteni. Hát ott volt mindenki. Meg volt, hogy szombaton találkozó itt. Aztán akkor toltak oda egy talicskát, aztán akkor tessék, a labda helyett most ez van. Tehát nem velünk építették föl, ugye nem mondhatjuk azt, hogy fölépítettük a Népstadiont. Én azt hiszem, hogy büszkék volt minden magyar ember, mert Európának a legjobb stadionja volt ez. Csak annyi, ugye, hogy a nézőközönség messze van a oldalvonaltól. A 100. osztrák-magyar mérkőzésnek a labdája, amelyik hát 1965-ben, nem is 56-ban, 56-ban volt, és hát azóta levegő ugyanaz van benne. Hát rúgtunk a szemét, vagy 6 gólt az osztrákoknak. Örülök, hogy olyan szerencsés voltam, hogy én voltam a soros a labda szerzésbe. Ma is a világ viszonylatban mindenki emlékezik a, hogy hívják rá, a 6-3-ra. 4-2 a fél időben,
Angliában is, ugye a Wembley stadionban 6-3 után is, ugye ott együtt ültünk. Ugye, hát ők bőgtek, mi meg röhögtünk. Kértek egy visszavágót, mert azt mondták, ez csak kisiklás. Hát erre már ugye következő évben, 53 májusában, akkor volt Budapesten mérkőzés, amire hát én úgy szoktam mondani, hogy az angolok egy hétre jöttek, és 7-1-el mentek el. Sárbogárd, Dombovár, vadvirágos vidék, napsütött hordobágy, visszavártok-e még? Százszínű déli báb, csókja csábít engem. Sárbogárd, Dombovár, ringasd el a lelkem. Megyek Pestre, vonattal megyek az általában. Ugye ott is szállnak fő gyerekek, hát kiszúrják, akkor jönnek autogramot kérni. Nézik az embert, nézik, jól látnak, nem jól látnak, mondom a Szentírt, na ez mindjárt jön. As long as we beat the English, we don't care. Két helyre szeretek járni. Hát egyik a Puskás stadion mostan, a másik pedig a Citadella fönt, mert onnan látom az egész Budapestet, azt a Budapestet, amelyik az országnak a fővárosa, és az, amelyik hát azzá tudott nevelni, ami lettem. Gabriel Arkadiallal megbeszéltük már, hogy 100 éves koromig vigyázz rá, aztán akkor fölmegyek, és akkor beülök az ölébe. Napjaink, napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. 40 dollár egész évre, hova küldjük, milyen névre? www.napjaink.ca 2-7-68-0997. Napjaink, lapjaink, ezt olvassa apraja és nagyjaink. Riportokkal telettűzve, jó humorral főszerezve, testi, lelki, szellemi, otthoni és itteni. Napjaink, napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Várjuk Önöket egy hét múlva is a képernyők elé. Az Egy perc Magyarország című sorozat következő epizódját láthatják most, mellyel búcsúzunk Önöktől. Viszontlátásra! Egy perc Magyarország. Puszta Szabolcs város Fejér megyében a Dunától és a Velencei tótól egyaránt 10 kilométerre fekszik. A város és környéke a Mezőföld szívében található. Külterületéhez tartozik a Cikolai tavak térsége, mely a horgászok paradicsoma. A régészeti ásatások bizonyítják, hogy a város története több ezer éves múltra tekinthet vissza. Bronzkori, kelta és római kori tárgyi emlékek kerülnek a felszínre. A város neve az Árpád-korból származik, az előtt Szabolcs Csák nemzetségből ered. A 18. század végétől az Icsi család birtokába került. A város református temploma a 20. században épült. 70 esztendős a Szent Imre tiszteletére szentelt római katolikus templom, melynek nevezetessége hazánk legnagyobb épségben maradt barokk orgonája. A két manuálos nagy orgona hosszú útról érkezett, a 18. század elején az esztergomi Szent Anna Ferences templomban állt. Puszta Szabolcs jelentős vasúti csomópont. Az állomáson található a gőzös korszak legvégéig, mintegy fél évszázadig szolgáló 375-ös sorozatszámú gőzmozdony, mely a magyar királyi állami vasgyárak legelterjedtebb mellékvonali mozdony típusa volt.